erőszakmentes engedetlenség. Legszívesebben vallást alapítanék, ami azt tanítja, gyanítja, sejteti, hiteti, tibeti lelki nyomogalommal, hogy belégzel és kilégzel. Minden pillanatoddal, a jobboddal, a baloddal, a két helycsináló romboló kezeddel, a két helycsináló építő kezeddel kilégzel és belégzel. Világot légzel be és légzel ki, és minden világon ejtett sérülés a 46-os ökológiai lábnyomod, ahogy a hangyaboly világra rányomod. Kilégzés és belégzés. Kilégzel és belégzel fát, virágot, rétet, autópályát, hulladéklerakót. Kilégzel és belégzel benzingőzd a szomszédban lakót. Nincs más választásod, mint hogy letüdőzd a telet, a tavaszt, a nyarat, az őszt. Legszívesebben vallást alapítanék, amelyik megtanít ki és belélegezni, hogy ez a bolygóból vékonyka almagereznyi ország tanuljon végre ki és belélegezni. Egymást, egymás szagát, a ligeten, a szíveken, a csókban, a nem szégyelt lélegzeten át. Vegye végre észre a másikban a másikat, hogy a másik nélkül nem születik áhítat. Hogy lélegezzen, ahogy az óceán a hold vonzására kötve, az erdő, ahogy az évszak rítusára, ahogy a csecsemő a köldök zsinóron át az anyja szíve ritmusára. Legszívesebben vallást alapítanék, amely kilégzésbe fonná a szavakat, és nem félne vonulni, akár vízágyú és könygáz sorfalával szembe. Ha érzi, hogyan fonnyasztja a légzést, akinek nincs rítusa, se ritmusa, akinek a légzés csak tusa, aki elszívja előled, ha ad belőle neked is, az kölcsön, vagy legfeljebb előleg, aki nem a világnak lélegzik, hanem az órák által mutogatott időnek. Nem félne vonulni szembe? Hát üssetek, ha nem tudtok más, üssetek, amíg lihegtek bele. Legszívesebben vallást alapítanék, hogy ne fogjon körülöttetek a testek tengere, hogy elfáradjatok és belétek szivárogjon a kételj, hogy ez talán tényleg egy világ és nem a tanult, elképzelt két hely, menny, pokol, piramis, talpazata és csúcsa és közte a vákuma, métej, a semmi. Vonuljunk. Legyünk annyian, hogy ne tudjon se a karotok, se a lelketek az ütések közt megpihenni. Legszívesebben vallást alapítanék, hogyha vonulunk, legyünk is annyian, de a vallás itt másra jó, és vallás már annyi van. Pedig valaki meg kell tanítsa, mi a belégzés és kilégzés. Legyen a végzet vagy a kezdet fia. Valaki meg kell tanítsa nekem is, hogyan kellene ennek a szövegnek a termek falán túlra szólnia. Valaki tanítsa meg nekem is, mit jelent, hogyan kell ki és belélegezni. Hogyan kell nem ritmussal lépni tömegben, mely úgy lélegzik, oly tisztán mer elzuhanni, oly tisztán kelni, ahogy nem a vert kell. Ki és belégző kíváncsi kandi tömegben, amit hiába ütsz, soha nem versz el. Kíváncsi világot bátran élő kandi tömegben, olyanban, amilyet egykor vezetett az erőszak ellen Mahatma Gandhi.